A Vajdasági Kamara Néptáncfesztiválnak nem véletlenül adták a Silladri nevet, így hívják ugyanis a bukovinai székelyek egyik kedvelt táncát. A Silladri egy hagyományos székely magyar tánc, amely ott Bukovinából eredt néhány száz évvel ezelőtt, ott voltak a magyarok, a székely magyarok. Na, próbáljuk visszahonosítani, megőrizni a szokást. Elődeink szobában táncoltak, ezért a szabályok szerint egy 4x4 méteres területen mutathatták be összeállításukat a legfeljebb 8 fős csoportok. A kamara jellegnek viszont nem csak ez az oka. Azokat a kislétszámú együtteseket kívántuk megszólítani, ahol egyébként is kevés a táncos, hogy legyen, és alkalmat kínáltunk nekik ahhoz, hogy legyen lehetőségük a megmérettetéshez, és hát ez vajdasági szintű, sajnálatunkra ezúttal is kis létszámmal csak 4-en vállalták itt a megmérettetést. A szakzsűri az újvidéki csoport produkcióját találta a legjobbnak, a horgosiak pedig a fellépők szavazatai alapján részesültek elismerésben.